Köszöntöm nézőinket! Önök Telena magazinunkat látják, Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Mozgásfejlesztés és egészséges életmód. Mozdulj Ovi Sportnap. Tolnamözs, országos kombinált fogadhajtóverseny. Szüreti mulatság, a Vosinski iskola ünnepelt. Az állatok világnapja. Tolnai állatsimogatóban jártunk. A Gesztenyéskert óvóda kezdeményezésének köszönhetően idén is megvalósult a sportnap, amit óvodásoknak szerveztek. 5 tolnai, valamint idén egy faddinat csoportos csapat is csatlakozott a Vidám Mozgásfejlesztő programhoz. Váli Ildikó még a bemelegítés előtt nyilatkozott az eseményről és a szervezési motivációkról. A Gesztenyéskert óvoda fő profilja az egészséges életmódra nevelés. Most már 3. éve gondoljuk úgy, hogy a mozgást szeretnénk, ezt a mozgásos napot szeretnénk megosztani a többi óvodával is. Így aztán a mai napra meghívtunk 6 óvodát, nem csak a tolnai 5 óvodát, hanem az idén évben már a Faddi Kismanók óvodá is érkezik vendégként. A mai délelőttről azt kell tudnunk, hogy szeretnénk egy kellemes mozgásos délelőttöt eltölteni. A célunk az, hogy erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség megjelenjen ebben a délelőttben. Nem a győzelem, hanem inkább a részvétel a fontos. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a kollégáim is így gondolják, a mozgás a gyerekek mindennapi életében. És hát szeretnénk ezzel a délelőttöt így kellemesen eltölteni. Hát úgy terveztük az idei délelőttünket is, hogy lenne egy közös torna, egy zenés bemelegítő torna, erre hívtunk egy vendégünket is, ezután lenne egy közös játék, egy kis labdagyűjtés verseny, azután pedig az óvónénik állomásról állomásra mehetnek a gyerekekkel végig a különböző kis akadálypályákon, ahol a legkülönfélébb mozgásfejlesztési eszközökkel ismerkedhetnek, illetve azokon való mozgás és azok megszerettetése lenne a cél. A mi óvodánkban van egy, minden csoportban egy mozgásos sarok, ahol a gyerekek minden nap mozgásfejlesztés eszközöket használva kielégíthetik a mozgásigényüket. Azon kívül ugye nem csak a mozgás fontos az egészséges életmód keretén belül, ez a hetünk egy egészséghét igazából. Tegnap koncerten vettek részt a gyerekek, kirándulunk a héten, egészséges ételeket készítünk, úgyhogy, illetve a lelki egészség ugyanolyan fontos, hát ez megnyilvánult a tegnapi koncertben. Boldog óvoda vagyunk, ahol a lelki egészségre fordítjuk a hangsúlyt, úgyhogy igazából ez egy komplex dolog a mi óvodánkban. Hát sajnos elég beteges időszakot élünk, de hát 149 gyermek jelentkezett, bízunk benne, hogy minél többen megérkeznek, és hát jól töltjük el ezt a délelőttöt. Tomalik Kővári Zsófia és csoportja az Apraja falva óvodából érkezett, 15 fővel vettek részt a játékokon. Nagyon izgatottak a gyerkőcök, mert nálunk mindenki nagyon szeret mozogni. Nálunk minden nap van mindennapos testnevelés, tehát minden nap valamilyen mozgásformát beviszünk a gyerekek életébe. Viszont egy héten egyszer van nagyobb mozgás, ilyenkor a testnevelés foglalkozásra a tornaszobába visszük ki a gyerekeket. Igyekszünk a játékot minden tevékenységbe beépíteni, így a testnevelésbe is. Az óvisok pedig egész délelőtt boldogan kúsztak, másztak, ugráltak, tornáztak, labdáztak, élvezték a szabadban eltöltött időt. A mozgásos játékokat tapasztalataik szerint nagyon szeretik a gyerkőcök. Az udvaron miket szoktál csinálni? Bújócskázni. És futni is szoktál, labdázni is? Igen. És mi az, ami még futás közben, mi az, amit még szoktál csinálni, hogy fogócskáztok, vagy ilyen játékokat tudsz mondani? Fogócska, igen. Bújócska, kosár, foci, baseball. Ma a focit szoktam nézni apukámmal, de én a futókat nagyon szeretem azért, mert ott kell futni, és én nagyon jól tudok futni. Vagy miket szeretsz? Kosárlabda. És mit szoktatok az udvaron csinálni? Mit szeretsz az udvaron csinálni?
Mászókázni. Veresné Hárfai Aranka elmondta, hogy a gyermekek komplex személyiség fejlesztésében nagyon fontos a fizikai fejlesztés, így ők nagy hangsúlyt fektetnek erre az intézményükben többféle színes foglalkozással. Ez a sportrendezvény is már hagyomány itt a városban az óvodák között, úgyhogy tudjuk, mire számíthatunk. Egy kellemes, mozgásos, sportos délelőtre, ahol így vidáman különböző vidám vetélkedők lesznek a gyerekeknek, és kellemesen elfáradunk, és majd megyünk vissza az óviba. A nagy mozgásukat nálunk egy speciális dolog is segíti, ugyanis mivel német nemzetiségi óvoda vagyunk, német nemzetiségi néptánc van minden héten, ami be is van építve egyébként a programunkba is, és itt ilyen kis vidám, mozgásos énekek, táncok vannak, és ez mellett természetesen vannak a úgynevezett testnevelés foglalkozások is, illetve mindennapos testnevelés, szóval maximálisan igyekszünk kielégíteni a gyerekek mozgásigényét, és emellett minden nap az udvarban is mozoghatnak szabadon. Minden héten van nálunk egy nap, amikor ezt kiemelten kezeljük, az a gyümölcsnap, és akkor minden gyerek hoz be egy darab gyümölcsöt, amit közösen elfogyasztunk, és akkor beszélgetünk ennek a pozitívumáról, meg hogy miért is fontos a gyümölcs, zöldségevés. Hétvégi programsorozat vette kezdetét Tolnamözsön a fogadhajtással kapcsolatban, melynek a záróverseny száma az országos kombinált fogadhajtóverseny volt. Különböző kategóriákban díjazták a versenyzőket. Országos kombinált fogadhajtó döntő zárta a hétvégi lovasverseny Tolnamözsön. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Elég fontos verseny és versenyhelyszín, én még jó pár évvel ezelőtt versenyzőként ismerkedtem meg vele, egy kiváló helyszín és kiváló lelkes szervezőbizottság, és egy kisebb szünet után, amikor a nagy országos versenyek megszűntek, felvállalták, hogy a magyar bajnokságot két kategóriában is megrendezik, ami azért fontos, mert nem az élsportról beszélünk, hanem az utánpótlás sportról, de minden élsport alapja az utánpótlás sport. És a C kategória, illetve ez a kombinált hajtás szerintem egy olyan motiváló dolog, ami rengeteg embernek elérhető, és ezáltal hatalmas tömeget mozgat meg, hát nem akkorát, mint a foci vagy a kézilabda, de a lovasportokban mérhetően nagy tömeget mozgat meg. És Tolnamözsön azt gondolom, hogy ő kitett magáért, mint mindig, de mindig jól jönni, jó versenyt rendeztek, és még a rossz idő ellenére is úgy látom, hogy elég sokan eljöttek. A tegnapi napon 50 fölötti fogat indult, ma pedig közel 40-39 pontosan a Póni 1-es, Póni 2-es, Nagy 2-es kategóriákban, ami fogathajtó sportban nagy létszámnak számít, egy világbajnokságon is 70-80 fogat indul el, úgyhogy azt gondolom, hogy a sportnak van jövője. Itt végignéztem az eredménylapokat, és látszik, hogy a fiatalok taroltak, ami azt jelenti, hogy ebben a Facebook világban van még olyan fiatal, akit nem a telefon nyomkodása hoz lázba, hanem egy normális tevékenység, egy normális sport végzése. Egy háromnapos rendezvényen vagyunk túl, péntek este, illetve délután megérkeztek a versenyzők egy része ide a Tolnamözsi lovaspályára. A vármegyék estjével, illetve a megnyitóval kezdődött a pénteki ceremónia. A tegnapi napon Póni 2-es és Nagyló 1-es fogatoknak az országos bajnoki akadályhajtó versenyét láthattuk. Sikerült sikeresen mind a két kategóriában bajnokot és csapatbajnokot avatni, mint egyéniben, mint csapatban, ahogy mondtam is, és örömünkre Tolna vármegye csapata nyerte a Póni 2-es kategóriát. A mai napon pedig az első kombinált országos fogadhajtó döntő került lebonyolításra a C kategóriában. Az eredményekkel megvagyunk, hamarosan az eredményhirdetés következik, és úgy gondolom, hogy egy sikeres versenynapokon vagyunk túl. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy minden sikerült. Egyszer!
az idén először kiírt kombinált fogadhajtó versenynek az országos bajnoki döntője zajlott. A tegnapi nap egyéni és csapat bajnokság is került kihirdetése, a mai nap csak egyéni verseny egyéni helyezetjei lesznek itt díjazva. Ez a kombinált akadályhajtás, ez a téli fedeles szezonnak volt a fő versenyszáma, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, a szakbizottság úgy döntött, hogy ettől az évtől a szabad téren is rendez egy ilyen versenysorozatot, amire kvalifikálódtak a hajtók, és itt Tolnamüzsön rendezték meg ennek az országos bajnoki döntőjét. Mindenki számára jó élmény volt ez a programsorozat. Nagyon nagy élmény volt, igazából annyit tudok mondani a versenypályára, hogy csúszik, az biztos, hogy nagyon csúszik, de az időnek ellenére szerintem egy jó kis versenyünk van. Hát én többet akartam volna menni a lovakkal, de ez így jött össze. Tartottam is tőle, hogy csúszik a pálya. Ez egy új ló, ami van nekem jobb oldalról. Ő háromszor, négyszer volt befogva a saját lovammal, ő a sógoromnak a lova. De én azt mondom, hogy nagyon jó kis versenyünk van. Szerintem mindenki jól érzi magát. Tegnap is jó mentek, ahogy láttam a pónisokat is. Ugye a Pincei Egyesületből is lett második helyezett. Tolna megye meg is nyerte a csapatba. Örülünk neki, mert végeredményben most már szerintem felnőttek úgy ezek a hajtók, hogy gratulálok nekik, hogy ilyen szépen mentek és ilyen szép eredményt értek el. Igazából én 95-ben kezdtem először. És folyamatosan hajtottam, és ugye Tamásiba négyeseket is hajtottam, még akkor volt Tamásiba fogadhajtóverseny, és nemrég kezdtem el úgy, hogy saját lovakkal, mert előtte mindig más fogadokat hajtottam. De hát azt mondom, hogy most már elértem azt, hogy örülök neki, hogy így megvan a fogatom, meg mindig kényelmesen versenyre el szokok menni, de nem szeretem azt a nagy hajtásokat én már. Én ilyen nyugodt ember vagyok. Kellemesen érzem a napokat, és örülök neki, hogy ilyen jó kis versenyek vannak. Úgy gondoljuk, vagy úgy számogattuk, vagy úgy nézegettük itt, hogy mi talán a középmezőnybe beleférünk. Elég erős a mező, nagyon sok ügyes jóhajtó van, mindenhonnan az országban, mindenhonnan jöttek. Lovazni 5 éve lovazok, de tavaly tudtunk csak elkezdeni versenyezni, mert tavaly állt össze minden, az autó, loszállító, hintók, csak versenyszerűen csak tavaly kezdtünk. Ezen a két napon akadályhajtás és kombinált hajtás zajlik a mai napon. Ezen én ma veszek részt, csak a tegnapi napon én nem hajtottam. Jó eredményen megyünk, de nem elég. Ahogy én számolok, egy 10. hely lesz ebből. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Szeretnél egy szuper környezetben tanulni, ahol a színvonalas oktatás mellett az iskolai környezet már csak hab a tortán? Ahol minden nap az intézmény kapuit átlépve azt érezheted, hogy élmény a tanulás, örömmel tölt el ebben az iskolában való felkészülés, és a tudás elsajátítása a jövődre tekintve, akkor itt a helyed a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nyílt napjain. A 6 évfolyamos képzésnél október 4-én reggel 8 órától, majd az ezt követő szombati napon október 5-én 9-től 11 óráig várja a diákokat és szüleiket az iskola. A 4 évfolyamos képzésnél október 11-én pénteken reggel 8 órától, illetve az utána következő szombati napon október 12-én 9-től 11 óráig van lehetőség felfedezni ennek a remek oktatási intézménynek a világát. Gyertek és álmodjunk nagyot együtt a csodák iskolájában! A
autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektrótákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Szüreti mulatság a tolnai Vosinszky Mor általános iskolában. A gyerekek gondosan készültek erre a napra, hogy minél szebb műsort mutassanak be szüleiknek. Az alsós diákok közösen Tolna utcáin is felvonultak. Szüreti mulatság a kezdetét veszi. Jöjjenek el oda kicsik és nagyok, katonák és tűzoltók, hozzák el a poroltot. Együtt ünnepeltek az alsós vosinszkis diákok, szüleik és tanárok. A szüreti mulatság már több éve fontos eseménye az intézménynek. Óta két évente tartjuk az immár hagyományossá vált szüreti műsort és felvonulást, úgyhogy nagy örömmel készülnek erre a gyerekek, és tényleg hagyományt szerettünk volna teremteni ezzel 6 évvel ezelőtt, mikor kigondoltuk, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a hagyományoknak a megismerése, azoknak a tisztelete, ápolása, és hogy a gyerekek ezt ne csak tudják, hanem majd tovább is adják. A kicsik nagy örömmel, lelkesedéssel készültek, és bár az idő most nem olyan barátságos, de úgy gondolom, hogy mindenki nagyon boldogan várt ezt a délutánt. Az első élményem 2018-ban, én akkor lettem itt a feladatellátási helyen igazgatóhelyettes, és hát rögtön ugye egy hónap elteltével jött ez az esemény, és nagyon sokan várták, és nagyon sok szülő eljött, meglátogatott bennünket, és ennek nagyon örültünk. Aztán örültünk, hogy a Covid után újból ki tudtuk nyitni az iskolának a kapuit, és akkor már nem csak a szülőket vártuk, hanem vártuk az óvodás gyerekeket is, az óvonéniket is, hiszen nem csak a szülőkkel szeretnénk a kapcsolatunkat egyre biztonságosabbá, jobbá, együttműködőbbé tenni, hanem azt szeretnénk, hogy az óvodákkal is egyre jobb legyen a kapcsolatunk, és a nagy csoportosok már egy ismert helyre érkezzenek első osztályba, ne legyen nekik minden vadonatúj. A bíró és bíróné Elek Martin és Szalontai Csenge voltak. Oppire tisztán szét palló deszkán, nem leszek többé nyúszójó lány. Ha leszek, leszek, mennyasszony leszek, annak is legszebbje leszek. Engemet már is 10-en kérettek, most 10 közül melyikhez menjek. Adj jó tanácsot szegény fejemnek, hogy virág helyett kórót ne szedjek. Nagyon sokat készültünk, én 3 napot is aludtam rá, mert nem tudtam elképzelni, hogy most itt mekkora ricsaj lesz, meg mekkora felbontás. Hát én örülök, hogy én lettem a bíró. A szüreti napot gondos előkészületek előzték meg.
Nagyon régóta készültünk erre a műsorra, szinte szeptember 1-e óta kiosztottam a verseket, a szövegeket, gyakoroltunk nagyon sokat, énekeket fognak a gyerekek előadni, és táncokat. Természetesen magyar népdalok lesznek, és érdekes módon nem magyar néptáncsoportunk van, hanem német nemzetiségi tánc, úgyhogy egy kicsikét ilyen egyveleg lesz a mai nap. A program az úgy fog kinézni, hogy közösen éneklünk egyet, ráhangolódunk, utána kikéri a bíró a párját, a választottját, bírónét, és ezután pedig egy műsorral kedveskedünk neki. A harmadikosok mondanak verseket, csúfolódókat, népi játékokat, utána a negyedikesek fognak ezzel a német tánccal fellépni. És utána lesz még egy műsorszám, ott pedig az énekkar egy bordalt fog előadni. Ezután, amikor vége van ennek a műsorrésznek, akkor az egész iskola apraja és nagyja, gyerekek, szülők, mindenkit hívunk táncba, és egy kis csárdás blokkot fogunk eltáncolni, ezzel a mulatságot fogjuk folytatni, és amikor elfáradtunk a táncolásba, kis pogácsával kínáljuk meg a gyerekeket, majd következik a szüreti felvonulás. A gyerekek osztályonként vonultak fel, a városban mindenki megcsodálhatta őket. Október 4-e az Állatok Világnapja. Az állatbarátok és gazdik ilyenkor házi kedvenceiket ünneplik, és felhívják a figyelmet az állatok jogaira és védelmére. Ez a nap egyben Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének ünnepe is. Lámák, emúk, kecskék, nyulak. A listát még hosszan lehetne folytatni, ebben a tolnai állatsimogatóban ugyanis rengeteg fajta állatot tartanak a vendégek nagy örömére. Stábunk az Állatok Világnapja alkalmából látogatott el ide. Hát mi nekünk régóta voltak állatok, mindig is voltak, én ebben nőttem fel az állatozásba, és nagyon szeretjük is őket, és ezért is vagyunk így ezzel, hogy gondoltuk, hogy nyitunk egy ilyet, mert hogy a gyerekeknek is, meg hogy egy kicsit ki tudjanak mozdulni valahol állatok közé, ne csak a telefon, meg a számítógéphez is legyen gyerekeknek. A tulajdonos azt mondja, semmelyik fajtól sem kell félni, még a köpködéséről elhíresült lámától, vagy a fenyegető kinézetű emutól sem. Egyelőre még jó jelzéseket kaptunk vissza, mindenkinek tetszik. Többször már jöttek vissza ugyanazok a látogatóink, és meg vannak elégedve, tetszik mindenkinek. A nyulak és a tengeri malacok közkedveltnek számítanak, könnyedén meg lehet simogatni őket. Bármilyen állatról is legyen szó, az október 4-i világnap felhívja a figyelmet arra, hogy felelősen bánjunk velük.
Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!